Minden diáknak becsöngettek reggel. Elkezdődött a tanév. Van olyan miskolci iskola, ahol már vasárnap megtartották az évnyitót. Az első nap még egyik intézményben sem volt igazán megterhelő, hiszen a legtöbb iskolában osztályfőnöki órákkal kezdődött az év. Építsünk együtt egy nagyon jó iskolát. Szentmisével köszöntötték az új tanév kezdetét a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. Az évnyitót már vasárnap megtartották. Hosanna, Hosanna. A legfiatalabb tanulók dallal mutatkoztak be a felsőbb éveseknek. A tanévet több mint 800 diák kezdte el. A legnehezebb hónapok előtt most a végzősök állnak. Nekik ebben az évben minden az érettségiről szól majd. Izgatott vagyok, mert nagyon új nekem, és nagyon rövid lesz ez az év, és kicsit félek az érettségitől, nem is azért, mert hogy nehéz lenne, csak azért, mert egy váltás lesz az egész egyetem, meg minden, és kicsit izgulok. A gimnáziumban ez a tanév kicsit más lesz, mint a többi. Az iskolában ugyanis felújítás zajlik, ezért a tantermek tekintetében egy kis átszervezésre volt szükség. Abban reménykedünk, hogy karácsony után visszatérhetünk a normalitáshoz, ami nem jelenti, hogy még az ideális állapot. Tehát az ideális állapot az valamikor márciusban fog megérkezni. Ennek az időnek, tehát a karácsonyi tartó időnek a feladatait viszont meg tudjuk oldani, hiszen van a kollégium, meg a templomhoz is tartozó létesítmények, ahol át tudjuk helyezni a tanítást. Visszatért az élet a Zrínyi Ilona gimnáziumba is. Több mint 400 diáktól volt hangos az aula hétfőn reggel. Itt van a lista, ami végig kell mennünk. Az évnyitó után osztályfőnöki órákkal kezdődött az új tanév. Egy kis bemelegítés jól jött, hiszen sokan még a nyári szünet bűvöletében ültek be az iskolapadba. Hosszú volt a nyári szünet, úgyhogy reméljük mindannyian várták már, hogy jöhessenek, hiszen az Zrínyi egy olyan közösség, ahova a diákok nagyon szeretnek járni. Napközben a könyveket is kiosztották a diákoknak, így kedden már a tanulással folytatódik az év.